Rendhagyó módon nem mezben, hanem öltönyben állt a kamera elé Sitko Márton, aki az interjú előtt bő negyed órával fejezte be a szóbeli érettségit a Vasvári Pál gimnáziumban. A Nyíregyháza Blue Sharks 19 esztendős kosarasa június 5-i óta készül Székesfehérváron az U20-as válogatott kerettel, ahonnan néhány napot igazoltan hiányzott. Úgy gondolom, hogy jól sikerült az érettségém. Nem volt túl sok időm felkészülni el az edzőtábor miatt, de mindent tőlem tehetőt megtettem, és úgy gondolom, hogy sikeres érettségit zárattam. A válogatott már túl van két Szlovákia elleni felkészülési mérkőzésen. Sitko Márton a vesztes és a győztes meccsen is a kezdőcsapat tagjaként lépett pályára, így joggal bízhat abban, hogy kiharcolja helyét a portugáliai B-csoportos Európa-bajnokságra utazó keretben. Nagyon jó hangulatban készülünk, és a szakmai munka is nagyon jó. Egy nap két edzéssel, és két óra két órás edzésekkel készülünk. Elég kemény a fizikális terhelés, de úgy gondolom, hogy ennek biztosan meg lesz a sikere. Az előző két meccsben a játszott percek és a helyem úgy gondolom, hogy bízható, de még dolgozni kell, és ki kell harcolni a 12-be való jutást. A szintén sikeresen leérettségiző Mokánszky Máté tavaly az U18-as válogatott tagjaként nyert Európa-bajnoki címet. A nyíregyházi kosaras május vége óta az U23-as válogatottal Pécsen készül a Nemzetközi Szövetség által idén elindított Nemzetek Ligája sorozat tornáira. Nagyon jól kezelik ezt a szakágat, azt nem tudom, hogy mennyire kiemeltem, nem látok bele, de mivel jó eredményeket értünk el, mint tavaly az EB-n, mind az U23-asok a VB-n, ugye bronzérmesek lettek, szerintem nagyon jó létre lehet arra, hogy feljebb jussunk ebben ezt a magyar kosárlabdát kicsit feljebb tudjuk vinni a hírnevét. Ha mindenhova adja Isten, hogy bejutunk mindegyik döntőbe, a Nemzetek Ligája döntőjébe, akkor ha jól tudom, szeptember közepén még lesz egy fő döntőnk, ahol meg tudjuk magunkat mutatni, de ugye addig megkezdődik itthon is a felkészülés, amivel egyeztetni kell a válogatott edzőknek, illetve a saját edzőinknek, hogy merre és hogy legyek. Mokánszky Máté a hétvégén Budapesten lép pályára egy felkészülési tornán, Sitko Márton pedig Székesfehérváron az Észak-Macedónia elleni két edzőmeccsen erősítheti helyét az Európa-bajnoki keretben.